Este van. Késő este. Ülök és írok. Nem tud az ember könnyen lefeküdni. Általában én valamiért nem tudok. Valami nyomasztás lesz rajtam úrán néha. Éppen judóról jöttem, este 8:30-ig tartott. A küzdelmek fel van pörögve az ember, de ugyanakkor hull a fáradt is. És mégis lefeküdni nem tudok. Miért? Van biztos fiziológiai oka is, mert a szív, meg dolgozik belőle minden, kell egy kis idő, mire lelassulok, elalszom. Ugyanilyen okokból ezért szoktak a színészek egy-egy sört, vagy bármilyen más alkoholt meginni előadás után. Levezetés szintén. De van egy másik oka is, ha nem elalvástak, mint a szimplán a fiziológiai. Valami furaság van a lefekvés előtt, valami fura elköszönés, valami fura lezárás, elengedés, vagy becsukom a szemem és eltűnök. Valahova. Sehova. Most a semmibe. Egy kis halába. Hisz minden nap meghalunk. Igen. Elvesztjük a tudatunkat, megszűnik a világ, és csak reggel térünk magunkhoz. Jó esetben persze. Jó esetben csak reggel. És jó esetben magunkhoz is térünk. És mi van, ha nem? Milyen a halál? Olyan, mint az ott, mint az a semmi? Vagy valamilyen? Milyen? Örök kérdés, könnyebb lenne, ha tudnánk, ha emlékeznénk a reinkarnációban hívő kedvéért, hogy milyen a halál? Hogyha szar, akkor inkább jobb most. Vagy nem tudjuk, és ha jó, ha tök nyugi is, ha tényleg egy megtisztulás, ha tényleg valami földön túl és kisimító, minden bajt hátunk mögött hagyó valami, akkor nem félnénk tőle. Akkor semmitől se félnénk. Így meg félünk. Még néha elaludni is. Mondják, hogy a kóros nem alvás is, hogy a kóros sokáig fennmaradás is egyfajta haláltól, tudattalanságtól, a kontroll elvesztésétől való félelem. Hát ki tudja. Az elengedés... Az elengedni merés hiánya. Lehet benne valami. Ezért kell tudatosan ellazulnunk, és minden nap a lefekvéstől tudatosan elengedni az aznapi életünket, és átmenni a kis halába. Aztán reméljük, hogy felkelünk még. Ha meg nem, hát akkor így jártunk. Egyszer mindenki megismeri a halált. Durva, nem? Hogy senki sem kerül ki. Durva. És hogy ragaszkodunk az életünkhöz? Mi beszélni is, ha szeretünk a halálról. Fúj, abszolút tabu a téma, pedig mennyit segíthetne. Megoldani dolgokat, kibeszélni félelmeket, megkönnyebbülnénk talán. Talán. Na, jó éjszakát, alámerülök lassan. Aztán lesz, ami lesz. Ha nem jönnék vissza, akkor üzenem, hogy jó volt itt. Élveztem, szerettem, mindenkit szeretek. De tényleg? Még ha valamikor azt érzem is, hogy nem is. De igazából igen. Tényleg? Olyan jó veletek. Köszönöm, hogy vagytok. Jó ez. Élvezzük. Tudjuk élvezni. Ezt kívánom magunknak. Na, alvás. Hogy ezek így vannak-e, vagy sem? Már ezt nem tudom. Hogy ezek bölcsességek-e vagy sem, azt nem tudom. Hogy igazam van-e vagy nem, azt sem tudom. Azt sem tudom, hasznos-e ez vagy sem. Csak sejtem, hogy az. Hogy ezek örökérvényűek-e vagy már holnap mást érzek, nem tudom. Lehet. De ezek nem okoskodások, azt tudom. Nem tanítások, úgy értem, hogy nem azzal a szándékkal íródtak, azt is tudom. De hogy akkor mégis mik ezek? Nem tudom. Bár tudnám. Én is azért vagyok, hogy egyre többet megértsek ebből az egészből, mint mindannyian, nem? Csak különböző tudatossággal, különböző sebességgel és eredményekkel. Szóval így ezek maradnak szimpla észlelések, ezért is a cím. Az én észleléseim. Épp akkor az akkori világról, az élet dolgairól és magamról. És ha valaki kap belőle, akár csak egy ember is, de az igazán is mélyen, és ezáltal ráébred valamire, és előrébb kerül, akkor már megérte. És azt is tudom.